Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Off Topic. Aki találkozott velünk már korábban, az tudja, hogy az offline térben szoktuk tartani ezeket a vitaesteket, de alkalmazkodtunk a helyzethez, ezért most átmenetileg mi is átkerültünk az online térbe. House of Cards, ki a magyar Underwood? Erre a kérdésre keressük ma a választ. Először is hadd mutassam be nektek vendégeinket. Dénes, rapper, Vona Gábor, történész, vlogger, és Puzsé Robert, publicista. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, először hadd mondjam el a szabályokat, hogy hogyan is fogjuk folytatni ezt a beszélgetést. Körülbelül másfél órán keresztül fogunk beszélgetni minden egyes kérdésre. 3 perc áll majd rendelkezésre a vendégeinknek a válaszra. Amikor letelik a 3 perc, akkor majd ezzel a kis csengővel fogom én jelezni. Természetesen reagálhattok majd egymásra, de arra kérlek, hogy ezt a 3 percet tartsátok be. Az online térnek a előnyét kihasználva arra biztatlak benneteket, hogy küldjétek a kérdéseket. Először elkezdünk majd beszélgetni a sorozatról, illetve a sorozat által felvetett kérdésekről, társadalmi problémákról és etikai problémákról. Arra biztatlak benneteket, hogy küldjetek majd a kérdéseket, minél több kérdésre majd igyekszünk válaszolni. Mivel a másfél órás időkeretet tartanunk kell, ezért minden kérdésre nem tudunk válaszolni, de a legjobbakat megpróbáljuk kiválasztani. Az első rész egy erős felütéssel kezdődik. Frank Underwood megöl egy kutyát. Ugye a szomszédjának a kutyáját elüti egy autó, Frank pedig kimegy és megöli ezt a kutyát, a szenvedő állatot megöli. Robi, te mit tennél egy ilyen helyzetben? Látsz egy kutyát, elütötte az autó, az állat szenved. Mit tennél? Megölnéd ezt az állatot, vagy esetleg segítséget hívnál, hagynád szenvedni tovább? Én segítséget hívnék, én menekülnék a helyszínről. Tehát ott, ahol egy állat, amelyiknek eltört a gerince, az éppen szenved és küszködik, és bizonyára helyes, amit ott abban a helyzetben Frank tett. De nem lehetett nem észrevenni azt, hogy Frank ezt kifejezett élvezettel tette. Tehát, hogy ez egy olyan pillanat volt, amikor ő azt érezte, hogy na hát itt a megfelelő ember a megfelelő pillanatban, és az ő számára ez élmény, hogy megteszi azt, amihez másoknak nincsen erejük, vagy idegük, vagy gyomruk. Ő élvezettel megteszi. És kicsit ki is húzza magát, meg egy kicsit büszke is magára, mondván, hogy hát ezt a munkát is el kell végezni valakinek, az értelmetlen szenvedéssel nem tartozunk senkinek. Tényleg megváltja azt az ebet az értelmetlen szenvedéstől. Minden esetre nagyon könnyedén kijelenti, hogy ezt már nem éli túl. Itt most akkor van egy kis dolog. Itt most valakit ki kell nyugasztani. És aztán később, amikor nézzük az első évadot, azt látjuk, hogy emberi szereplők is akadnak majd ilyen státuszban, hogy Frank kinyugassza őket. És Frank ezekben a helyzetekben mindig irgalmas. Ő legalábbis saját maga felé ezt a szerepet játsza. Ő irgalmas. Ő egy ilyen helyzetben megkíméli az áldozatait az értelmetlen szenvedéstől, hogy azután mi jön, mi lesz a holtak lelkével, mi lesz Frank lelkével, ez nem igazán érdekli. Itt ezen a világon kell előrébb jutni. És hogyha valaki útban van, mondjuk Frank útjában van, akkor Frank tulajdonképpen úgy veszi, hogy ennek az illetőnek eltört a gerince, és meg kell az értelmetlen szenvedéstől menteni. Senkinek nem tartozik azzal, hogy értelmetlenül szenvedjen. És főleg Franket megakadályozza abban, hogy egyenlen műrébb lépjen. Gábor, amikor készültünk erre a sorozatra, arra kértünk, hogy titeket, hogy egy-egy kérdést tegyetek föl, egy-egy kérdéssel promotáljátok ezt a mai beszélgetést. De azt a kérdést tetted fel, hogy a politika eredendően mocskos-e, vagy a politikusok teszik azzá a politikát. A hatalom teszi a gonosz, tehát mi tesszük, gyakorlatilag a politikusok teszik gonosszá a hatalmat, vagy a hatalom önmagában gonosz? Köszöntök egyrészt mindenkit, meg benneteket is, tök jó, hogy itt tudunk beszélgetni a járvány közepén, vagy végén, vagy elején, nem tudom, hogy hol vagyunk éppen. És a kérdésre rátérve, én picit elfogult vagyok talán, és ezt előre szeretném jelezni, mert lehet, hogy amit mondok, az nem mindenki számára lesz, hogy mondjam, nem mindenki tud majd azonosulni vele, de hogy én nem szeretem azt, amikor a politikát így kárhoztatjuk és kiemeljük az emberi társadalomból, vagy az emberi valóságból. És azért mondom, hogy elfogult vagyok, mert hogy ezzel a magam politikus, egykori politikusságát védem egy picit. De lehet, hogy ez benne van az én pszichológiai viszonyomban. De én azt gondolom, hogy a politika az olyan, amilyen a társadalom. Tehát, hogyha arra kérdésre kell választani, hogy a társadalom rontja meg a politikát, vagy a politika eredendően ilyen, akkor én inkább az előbbi álláspontot képviselem. Tehát egyszerűen a politika
az a társadalmi létezésünknek egy ilyen nagyon koncentrált helyzete vagy helye, és ott persze felerősödnek a társadalomban lévő vágyak, motivációk, energiák, de nem mások, mint amik benne vannak a társadalomban. Tehát én azt gondolom, hogy amit a politika mutat, vagy amilyen a politika színvonala, az bizonyos értelemben, még a föl is nagyítva, dramatizálva, az az adott társadalomnak a tükörképe. Az egy más kérdés, hogy a politika ettől függetlenül megronthat embereket. Tehát, hogy miközben van egy politikai közeg, ami olyan, amilyen az adott társadalom, azért azt nagyon sokszor látjuk, hogy a politika megront embereket, akik belekerülnek a politikába, hiszen az a fajta hatalom, az a fajta figyelem, az a fajta anyagi erő, amivel a politika gazdálkodik, az egy hatalmas nagy csábítás. Úgyhogy igazából nekem az a kérdésem, így magam felé, vagy magunk felé, hogy szerintem az nem kérdés, hogy a politika megront. A kérdés az, hogy a politika tud-e megjavítani, vagy látunk-e olyanra példát, mert arra nagyon sok példát látunk, hogy valaki többé-kevésbé épp elmével, meg épp erkölcsi érzékkel bekerül a politikába, és a politika megrontja. Vagy korábban benne lévő, akár elfojtott, vagy viszonylag kezelt tendenciákat felerősít. De arra nagyon, nem nagyon látunk példát, hogy jön valaki, aki viszont megoldja a problémáit a politika által, vagy aki számára a politika mondjuk lehetőség a jellemfejlődésre. Tehát, hogy igazából ez így magam felé is, meg a világ felé is egy kérdés, hogy szerintem a politika nem lehet más. A kérdés az, hogy az ember lehet-e más a politikában. Én inkább ezen gondolkodnék tovább. Erkölcsös politikus létezik? Lehet, vagy létezik, nyilván létezik, de tud valaki úgy sikeres politikus lenni, hogy közben erkölcsös marad? Azt még tőlem, még van, ez csak ugye eszembe jutott közben. Hát ez olyan dolog, hogy az erkölcsiség is az egy társadalmi konstrukció, tehát hogy még a 10 parancsolat is bizonyos értelemben. Tehát létrehoz az ember egy kulturális közeget, és annak meghatározza a törvényszerűségeit, méghozzá pontosan a politika határozza meg. És minden egyes, tehát nagyon sok szintéren élünk, és minden szintérnek azért valahol van egy saját erkölcsisége. Nem akarok így relativizálni, nem akarom az erkölcsiséget, de azért más az erkölcsisége a családi közegnek, vagy a rokoni, vagy a szeretteink, vagy a baráti körünkben lévő világnak, más az erkölcsisége egy háborúnak, más az erkölcsisége egy munkájának, és egészen más a politikának. Tehát én azt mondom, hogy a politikában az végül is erkölcstelene az a labdarúgó, ami mondjuk Ronaldo erkölcstelene akkor, amikor egy olyan csellel szégyeníti meg a hátvédet, amiben a hátvéd felbukik. Hát igazából, hogy becsapja. És akkor most lehet, hogy nagyon erős a párhuzam, de hogy erkölcstelene az a politikus, amelyik félrevezeti a választókat, vagy a politikai ellenfeleit. Hát végül is Ronaldo után a gólt lő, ez a politikus pedig megnyeri a választást. Később majd reagálhatok erre. Dénes, tőled azt szeretném kérdezni, hogy létezik-e eredendő bűn, ugye ezt a kérdést te tetted fel. Szükségszerű az, hogy ha valami intézményesedik, akkor azt átszövi a ármánykodás és a bűn. Hát a kérdés első felét rövidre zárnám olyan formában, hogy ezt valójában egyfajta viccként a teatralizálás célját szolgálandó tettem föl, hogy intézményesült formában lépés esetén szükségszerű-e, hogy valami erkölcstelenné váljon. Ez szerintem az adott szervezetnek vagy intézménynek a léptékétől függ. Tehát amennyiben például mondjuk, hogy egy példát említsek, a kis regionális non-profit karitatív szervezetek esetében átom képzelni, hogy működhet egy ilyen szervezet egyfajta szüziességben. Azonban onnantól, hogy valamilyen formában a hatalom vagy a anyagi újraelosztásnak egy bizonyos mértéke megérkezik a képletbe, onnantól én a magam részéről nem nagyon tudok ellenpéldát mondani. Ugye Claire Underwood is egy jótékony szervezetet irányított. De nem, tehát az valamivel nagyobb léptékű azért, mint egy mondjuk Baranya megyei három faluval foglalkozó szervezet, akik ott komoly afrikai országokban való beruházásokról volt szó. De igen, ez tény is való, hogy sok esetben a karitatív szervezetek is csupán egy álca. Minden esetre visszatérve erre a kérdésre, hogy mi ennek az oka szerintem, hogy onnantól, hogy valami. És ugye a sorozat elsősorban a politikáról szól, így azt hiszem, hogy a beszélgetésünk is a politika intézményéről fog szólni, úgyhogy erre fogok fókuszálni. Szerintem
hogyha mondjuk veszünk egy olyan helyzetet, hogy egy újrakezdés lehetősége elé áll az ember bizonyos pozíciókat betöltése szempontjából. Szerintem, mondjuk tegyük fel, leegyszerűsítve két motivációval léphet bele valaki a politika színterébe. Az egyik az, hogy saját elveit, elképzeléseit rendületlenül képviselje, a másik pedig a puszta opportunizmus. És nyilván ezen a skálán belül valahol mindenki elhelyezkedik. Viszont onnantól, hogy és ez elkerülhetetlen egy nagyobb számú testület esetében, hogy legyenek olyan karakterek, akik adott esetben nem annyira értékek mentén, hanem pusztán hatalomvágyból vesznek részt egy politikai aktusban, akik hajlandóak lejjebb adni abból, amit ők hivatalosan képviselnek, bizonyos kis kompromisszumok meghozása, bizonyos kis játszmák során történő értékvesztések bevállalása esetében. Azzal szemben, hogyha valaki tisztességes kíván maradni, de belekerül egy ilyen helyzetbe, és szerintem elengedhetetlen, hogy belekerüljön egy ilyen helyzetbe, hogyha a másik hajlamos arra, hogy ilyen módon viselkedjen, akkor onnantól az fogja diktálni a játékszabályokat, aki kitalálja a játékszabályokat, és aki megteszi a kezdeményező lépést ebből a szempontból, és a másikat pedig egy választás elé állítja. Az első választás az az, hogy azt mondja, hogy nem. Nyugodtan fejezd be mondatot. Hát szóval annyi, hogy ott egy választás elé állítja az illetőt, hogy hajlandó-e részt venni ebben a játszmában, mert amennyiben nem hajlandó részt venni benne, akkor lépés hátrányba kerül, és adott esetben akár le is morzsolódik hosszú távon. Ha meg hajlandó, akkor azzal veszít az erkölcsi integritásából, és hosszú távon ez az egész egy ilyen öngerjesztő folyamatként szerintem fönntartja magát, és erre a House of Cards ez remek portréja ennek szerintem. Köszönöm. Gábor, te is azt mondtad, hogy a politika gyakorlatilag ilyen, ez felmenti Underwood-aikat a tetteik alól, fel lehet őket menteni azzal, hogy gyakorlatilag ők csak alkalmazkodnak a helyzethez. A kérdés most mindannyiótoknak szól, csak reflektálva a te mondatodra. Hát nyilvánvalóan nem. Amikor az előbb nem vartam azért el teljesen a gondolatot is, hogy picit esetleg ilyen nagyon amorális végkicsengése maradt annak, amit mondtam, tehát amikor Ronaldo cseleit összehasonlítottam a politikusok hazugságaival, tehát nyilván a kettő azért nem ugyanaz a mérleg, de csak arra akartam célozni, hogy nem nagyon nehéz élesen meghúzni a határt a politikában az erkölcsiség tekintetében. Tehát, hogy ki hol húzza meg ezt a határt, az szerintem egy nagyon nehéz kérdés, mert itt az eszközök és a célok kérdése is szóba kerül, ugye, amit tehát szerintem vissza kellene menni egészen odáig, addig a kérdésig, hogy valójában mi a politikának a célja. És hogy annak a célnak a politika, amit mi politikának hívunk, az megfelele, és szerintem nagyon-nagyon távol kerültünk ettől. Tehát szerintem a politikának a célja az, hogy ez egy alapvetően emberi dolog, amióta az ember létezik, azóta van politika. Ez pedig az, hogy az ember az egyetlen egy élőlény, amelyik nincs a helyén a világban. Minden egyes élőlény, amikor megszületik, akkor a maga észlelési szintjéhez képest ő úgy észleli, hogy a világ számára kerek. Az egyedüli élőlény, amelyiknek a világ egy probléma, az ember. És a politika, a társadalom szervezés, a kultúra lényegében ezt a hiányosságunkat próbálja pótolni, megpróbálja számunkra a világot értelmessé tenni, értelemmel felruházni, szabályokkal, lényeggel, jelentőséggel, és nyilván társadalmi berendezkedéstől, kultúrától függően ezek egészen eltérőek lehetnek, és látjuk, hogy például a kulturális normák, vagy az erkölcsi normák is egészen mások különféle kultúrákban. De ettől visszakanyarodva az elejére, a politika dolga, vagy a politika célja szerintem az, hogy az emberek számára ezt a rendet, a szabadságot, a rendet, az identitást, a társadalmi működés kereteit megteremtse. Tehát, hogy az ember alapvetően a természetben politika nélkül, vagy társadalom nélkül egy káoszt érezne maga körül. És ennek a káosznak a közepén kell a poliszt létrehozni, a rendet. Na most ehhez, tehát hogyha elfogadjuk, hogy ez a politikának az értelme, nem biztos persze, hogy igazam van, hát akkor nagyon távol kerültünk ettől.
Tehát nem tudom, hogy hány olyan politikus van ma a Magyarországon, vagy akár a világban, aki úgy érzi, hogy neki az a felelőssége, hogy ezt a rendet, ezt a, és a rendnek a jó értelmét mondom, tehát nem a diktatúrát, vagy nem valamiféle szabadságok eltiprását, hanem az emberek számára szükséges kulturális világot ápolja, gondozza, gyarapítsa, fenntartsa. Szerintem ez a politikának alapvetően a célja. Hát, hogyha megnézzük, ez a célja egyáltalán nem létezik, és ebben a tekintetben nem tudom, hogy Frank Underwood vagy Claire Underwood az mennyiben másabb, mint bármelyik politikus. Tehát most az ilyen suta gondolat jut az eszembe, hogy persze vannak különbségek politikusok között, de a Kiskavics is elsüllyed a vízben, meg a Nagykő is. Tehát, hogy szerintem alapvetően a probléma nem Frank Underwooddal van, hogy ő egy picit rosszabb, vagy sokkal rosszabb, mint a másik politikus, hanem úgy általában a politika, ahová jutott a 21. századba. Szerintem ezzel van a probléma. Közben letelt a 3 perc, a kollégáim jelezték, hogy ne csöngessek, mert nagyon durván hallatszik a mikrofonomban, úgyhogy talán egy ilyen koppantással jelezném majd, amikor letelt a 3 perc. Én élveztem a csengetést. Robert? Hát számomra napnál világosabb, hogy a hatalom megrontja az egyént. Ezt minden portásfülkén látni, és minden portásfülke lakóján látni. Tehát ez a legkisebb, a legcsekélyebb hatalomtól elkezdve, akár cseppenként adagolva a hatalmat, ez regisztrálható, hogy milyen módon torzítja magához, milyen módon rontja magához az egyént. A helyzet az, hogy kötöttünk egy társadalmi szerződést. Tulajdonképpen ezzel a társadalmi szerződéssel kezdődött az emberi történelem. Azért kötöttük ezt a szerződést, mert úgy gondoltuk, hogy mi emberek, hogy nem akarjuk magunk megvédeni az életünket, a hozzátartozóink életét, a javainkat, hanem ezt rábíznánk egy nagyobb szervezetre, és így jött létre az állam. Ezért ezzel hatalmaztuk fel az államot, hogy bizonyos jogainkról lemondunk az állam javára, ilyen jogunk például az önvédelmünk, ilyen jogunk például a javaink megvédése, az államra ezt kvázi átruházzuk, és ennek érdekében és ennek megvalósítása céljából fizetünk adót, hogy ezeket a jogainkat az állam gyakorolni tudja. Most a helyzet az, hogy a történelmi idők során az állam ezzel a léptennyomon visszaél. Léptennyomon. Amint alkalma van rá, visszaél. A helyzet az, hogy mivel hogy a hatalom megrontja az egyént, a politikát pedig a hatalom szervezi meg, a politika az valamennyi társadalomnak az alja. Szerintem ez teljesen szükségszerű. És persze igaz az, amit a Gábor mondott, hogy amilyen a társadalom, olyan a politika. Tehát, hogy a társadalomhoz képest olyan a politika. Tehát értelemszerűen egy alávalóbb társadalomhoz alávalóbb politikai elit tartozik, de egy kulturáltabb társadalomhoz meg egy kulturáltabb politikai elit tartozik. De hogyha egy adott társadalmon belül mondjuk a henteseket összehasonlítjuk a politikusokkal, akkor látni fogjuk, hogy melyik az alávalóbb csoport. És most mondhattam volna bármilyen más csoportot is. Teljesen nyilvánvaló. Én úgy gondolom, hogy a 20. században még volt lehetősége a politikusoknak arra, hogy erkölcsösek vagy erkölcstelnek legyenek. Még volt egy mozgástér, amit bejátszhattak. A 20. századnak még megvolt a lehetősége a Hitlerekhez, meg a Churchillekhez, meg a Rooseveltekhez, meg a Willy Brandtokhoz, meg a Konrad Adenauerekhez, meg a De Gaulle-okhoz, meg a Jacques Chiracokhoz, Mitterrandokhoz. A paletta sok árnyalatát be lehetett játszani, és nem volt hozzá szükségszerű az elaljasodás. Vagy nem tartozott hozzá olyan mértékben szükségszerűen az elaljasodás, mint ma. Azt gondolom, hogy az már akkor is volt, mert a dologgal együtt jár, de annak akkor a 20. században még ellen lehetett tartani. Ma már nincs ilyen lehetőség. Nincs egyéni döntés lehetősége, hogy milyen pályát játszom be politikusként. Minden politikus kényszerpályán mozog. A politikai pártok kényszerpályán mozognak. A szent szükségszerűség vezeti a politikát és vezeti a politikusokat. A Ronaldóra meg a Ronaldó cselezésére visszatérve, azért én azt szeretném jelezni, hogy a Ronaldó csele az a játék része. Az a játék része.
A Gyurcsány csele, az nem volt a játék része. Tehát amit a Gyurcsány 2006-ban megcsinált, a költségvetés hamisítás, a főkönyv hamisítás, a választási csalás, az nem volt a játék része. Tehát az akkor inkább egy olyan példát lenne érdemes alkalmazni, hogy Ronaldo elővesz egy revolvert és lelövi a védőt. És utána elvezeti mellette a labdát, mármint a holttest mellette a labdát. Tehát a játék része az az, hogy tehát kvázi ezek ellenünk zajlottak, ellenünk. Tehát nem a ellenfelet cselezte ki, nem Orbán Viktor cselezte ki, hanem minket, a nézőket, minket, akik a stadionban ülünk és jegyet váltottunk. Még egyet finomítanék a Ronaldós hasonlaton, hogyha a Gyurcsány ektet veszük alapul, ott annak a szofisztikáltsága szerintem meg lehet, hogy a revolver helyett én egy furkosbotot mondtam volna, de ugyanolyan effektív eszköz. Minden esetre, ugye az alapkérdés az volt, hogy felmenti Frank Underwoodékat az, hogy a politika mocskos, és ezáltal ők is mocskosak lesznek. Én nekem erre egy igen egyszerű válaszom van, hogy nem. Szerintem nem, mert bár nem gondolom, hogy létezne egy általános morál, de hogyha azt vesszük, hogy tehát az én definíciómban a politikusnak a feladata, hogy a népet szolgálja. És ez is nyilván sokféleképpen lehet ezt megtenni, sokféle álláspontból kiindulva lehet gondolkodni arról, hogy milyen módon kell ezt csinálni, mi a jó egyáltalán, szóval ez egy rendkívül ingoványos talaj, de hogy az alapfeltevés az, hogy a nép érdekében, függően attól, hogy az ember mit hisz a nép érdekének. És nyilvánvalóan, hogyha az ember belép a politika szinterébe, akkor az a bizonyos játékszabályokat elfogad, amikről beszéltem az imént, hogy sok esetben kell kompromisszumokat kötni, ezt ugye nagyon szépen úgy szokás mondani, hogy a politika a kompromisszumok művészete. Szerintem ez egy elég lehangoló mondás. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó nehéz feladat ingázni azon belül, hogy az ember megtartsa ténylegesen az integritását, és közben effektíven tudjon működni. Mert ugye sok esetben láthatjuk azt, hogy tényleg ezek a szükséges kompromisszumok, ezek annyira megcsorbítanak egy-egy karriert, hogyha megfigyeljük egy-egy politikus esetén, hogy mivel indult, és hogyan fejezte akár be, vagy hogyan látjuk ma. És tehát általánosságban ez szerintem megfigyelhető a legtöbb politikai aktor esetében, hogy egészen máshova fut ki addig a pontig, ahol mondjuk egy adott pozíciót elér. Tehát a politika elrontja gyakorlatilag az embereket? Hát amit a Robi mondott az imént, az amíg én bátran be tudok állni. Gábor? Én egy picit oponálnék, de nem nagyon. Tehát, hogy csak én azt mondanám, amit az legelején is próbáltam mondani, vagy képviselni, hogy én nem választanám le a politikát ennyire, és nem misztifikálnám túl, mint valami, nem is tudom, egy ilyen misztikus kapu, amin, hogyha valaki belép, akkor egyszerűen átalakul valamivé, valami szörnyeteggé. Tehát, hogy maradjunk a hentesnél és a politikusnál, tehát szerintem a hatalom akarása, azt szerintem annyira alapvetően emberi, mivel hogy az ember alapvető élménye a félelem, félünk, és ezért létrehoztuk ezt a társadalmi szerződést, és az államot, és a történelmet elindítottuk, és a kultúrát, és a politikát. Ezért ez mindannyiunkban benne van, mert a hatalom az, ami ezzel a félelemmel szemben a mi egyéni stratégiánk. De hát a hentesnek is van, tehát hogy amikor a henteshez bemegyek, akkor ő dönti el, hogy én nekem melyik csirke mellett fogja adni, azt a kis satnyábbat, vagy azt a szebbet. És ez az ő szintjén
Ez az ő hatalmi arroganciája, most hogy dramatizáljam, velem szemben, a vásárlóval szemben, aki bejövök oda ártatlanul vásárolni, és a hentes engem lényegében fölém kerekedik, mert ő dönt arról, hogy én mit fogok ma enni, és nem én. És most ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy a hentes jobb, mint a politikus, egyszerűen a hentes számára a lehetőségek, hogy a hatalom akarásával éljen, azok korlátozottabbak, mint a politikában. Tehát az a hentes, hogyha kicserélnénk a politikust, meg a hentest, X-et és Y-t, és az X-ből lenne az Y, és az Y-ból az X, akkor ugyanaz marad, ugyanúgy folyna minden. Tehát nem most így a nagyszámok törvény alapján persze, mert most ezek általánosítások, de hogy én nagyon sokszor hallottam azt, hogy mondják emberek, hogy úristen, ilyenek meg olyanok a politikusok, és akkor esetleg egy-egy ilyen bekerült a politikába, és ugyanolyan lett ő is a politikában, mint amit korábban kritizált. Úgyhogy én ezt inkább úgy érzem, hogy a politika az mint egy ilyen fókusz, vagy nem is tudom, hogy mi erre a helyes szó, hogy az emberben lévő alapvető természetet azt így megvilágítja, és talán a negatív irányba fordítja, ebbe egyetértek. Arra még reagálnék, hogy itt a Gyurcsány féle dolog, meg a Ronaldo cseme, látom, hogy ez a metafora az így adott eddig egy keretet itt a beszélgetésnek, hogy persze a Ronaldo cselének nekem nem Gyurcsány hazugsága volt az ellen példája, mert lehet olyan politikai csel is, ami például amire mondjuk tapsol a közönség, és még akár a politikai, hogy mondjam, játékba, a politikai kommunikációba, az ellenfél megtévesztésébe, akit le kell győznünk, hiszen valahol a politika is egy küzdősport, még beleférhet. Van ilyen? Szerintem van. Akkor viszont ki mi az a kérdés, hogy hol van ennek a határa? Tehát hol van az a határa, még azt mondjuk, hogy ez még a politikai ronaldoizmus, és az már viszont a politikai gyurcsányizmus. Tehát, hogy ennek a határvonala, nem tudom, tehát látom, majd nektek lesz erre valami definíciótok, hogy mi az a mértékegység, aminél ez átfordul. Eleve kit ver át? A nézőt veri át, vagy a védőt veri át? Az ellenfelet veri át, aki kvázi a játék része, tehát azért van a pályán, hogy az ellenfelet legyőzze, vagy pedig a nézőket veri át, a közönséget veri át. Itt ez a döntő kérdés. A közönség itt annyiból több, mint közönség, hogy ugye a foci meccsen a közönség utána nem döntheti el, hogy ki nyerte a meccset. Tehát lehet, hogy Ronaldo rúgott 6 gólt, de utána a politikában a közönség dönti el, hogy Ronaldo nyert, vagy Zsuzsák Balázs. Ha már behoztátok a... Most hát én még csak arra reagálnék, amit az imént mondtál azzal kapcsolatban, hogy nem csupán a politikára jellemző ez a fajta magatartásmód. Ezt egyrésztről abszolút igaznak látom. Természetes, hogy evolúciósan az emberben benne van a másik fölé kerekedés. Ugyanakkor azt gondolom, hogy valamennyire oda-vissza hatással van ez a két tényező egymásra olyan szempontból, hogy szerintem az valamilyen szinten arányban áll egymással, hogy minél nagyobb hatalomról vagy anyagi lehetőségekről van szó, annál komolyabban jön elő az emberből. Annál inkább tudják a hipokriták érvényesíteni magukat, mert annál inkább lesznek elszántak és vágynak erre a dologra. És hogyha így tekintünk erre, hogy a politika, ami irányít rengeteg mindent, leágazik ez a fajta mentalitás, ez a fajta egymásnak való szívességeket tevés, amit nevezhetünk korrupciónak is, hogyha ott maradunk a karitatív szervezetek példájánál, hogy például amennyiben egy ilyen karitatív szervezet elér egy bizonyos pontot, egy olyan pontot, hogy már futhat egy működő programot, amihez szeretne támogatást szerezni mondjuk, ott már olyan szervezetekkel kell tárgyalásokat folytatnia, akik adott esetben már kompromisszumokra kényszerítik az illetőt. Olyan jellegű kompromisszumokra gondolok, hogy mondjuk akkor az adott közegen belül ők olyan beruházásokat csinálnak, amik aztán az ő számukra politikailag tőkét fognak jelenteni, és ennek a tudatában kell meghoznia mondjuk a döntést egy ilyen karitatív szervezet képviselőjének, hogy elfogadja azt a pénzt, vagy nem fogadja el, hogy a céljait szeretné képviselni, és bevállalja a kompromisszumot, vagy tisztán akar játszani. És ez szerintem olyasmi, ami, tehát ugye a kettő dolog ilyen szempontból egymásra hat, tehát nem misztifikálom én sem túl a politikát, egy pillanatig sem, tehát ez általános emberi tényező szerintem. Ugyanakkor ilyen módon, mint egy polipa, hogy egyre kisebb,
karvégződésekkel operál ilyen módon, szerintem a politika is rántja magával a többi dolgot. Én még a hentesre meg a politikusra vonatkozóan tennék egy kitételt. Úgy néz ki a dolog, hogy amekkora a hatalom, akkora az elaljasodás. A hentesnek kis hatalma van, csirkemellekről dönthet. A politikusnak meg nagy hatalma van, mert szektorokról, meg megyékről dönthet, meg országokról, meg társadalmi csoportokról dönthet. Akkora elaljasodás tartozik a henteshez, amekkora a csirkemell, akkora a politikushoz, amekkora a megye. Nyilvánvaló, hogyha felcserélnénk a hentest a politikussal, akkor rögtön a hentes kapna a nagy hatalmat, és a henteshez kerülne a nagyobb elaljasodás, és a politikushoz meg a csekély csirkemelnyi hatalom, és a csekély csirkemelnyi elaljasodás. De talán nem véletlen, hogy a hentesből hentes, a politikusból pedig politikus lett. A politikus a nagy hatalmat célozta meg, és ért el, és sajátított el, és aljasodott le hozzá. A hentes az megvált a csirkemelnyi hatalomhoz. Az eredendő baj, én úgy gondolom, hogy a hatalommal van, illetve hát az ember esendőségével a hatalom iránt. Minden esetre nem, én azért misztifikálnám a politikát, nagyon is. Mert sehol egyetlen egy pályán sincs olyan koncentrációja a hatalomnak, mint a politikában, ezért az elaljasodás sehol nem olyan pusztító, mint a politikában, és hát éppen ez a tragikus, hogy pont ott a legsúlyosabb az elaljasodás, és a legsúlyosabb a morális válság, ahol a legsúlyosabb, a legmeghatározóbb döntések születnek. Akkor megint egy kicsit vitatnám ezt, mert hogy és ahhoz a gondolathoz utalnék vissza, amit Robi mondtál, hogy a 20. században még volt lehetőség erkölcsösnek vagy erkölcstelennek, vagy legalábbis volt még valamiféle mozgástér a politikusoknak, és ezzel én egyetértek, de hogy tehát, hogy ebből nem biztos, hogy az következik, vagy nem csak az következik szerintem, hogy a mostani politikusok erkölcstelenebbek, mint a 20. századiak, hanem azt mondanám, hogy a mostani politikusok már eszköztelenebbek, mint a 20. századiak, és lényegében egyre inkább kirakattá válnak. Tehát kontraszelektálódik a politika valamilyen értelemben, tehát, hogy sőt, konkrét értelemben kontraszelektálódik, mert hogy miközben itt arról beszéltél, Robi, hogy a legfontosabb döntések és a legnagyobb befolyás ott összpontosul, azért ez nem teljesen van így. Tehát, hogy én a 20. századhoz képest, a 21. századra azt látom, hogy a politikának a döntéshozatali lehetősége inkább korlátozódik, és picit úgy érzem már, mint hogy egy ilyen a nagy hatalmat akaró, de aztán csak ilyen kis szűk kis itató mellett iszogató kis ilyen vadállatok gyűlnének a politikába, és az igazi nagy vadak, azok valahol a szavannába egy ilyen távoli oázisban, így egy ilyen láthatatlan, számunkra láthatatlan oázisban élveznék az életet. Tehát, hogy itt sokkal inkább már az a fajta gazdasági erő, gazdasági érdekeltség működteti jobban a világot, ami szerintem ugyanolyan aljas, bizonyos értelemben talán még aljasabb is, mint a politika, mert hogy kidobja maga elé ezeket a szerencsétlen politikusokat, hogy a nagy figyelmet, a társadalomnak a megvetését, vagy éppen a társadalomnak a szeretetét, és az ezzel járó mindenféle stresszt, azt ők viseljék, közben ennek az egésznek a valódi gazdasági nyerességét meg ők fölözik le. Tehát, hogy én azt, ha ilyen idősávba kell tenni, vagy történelmi idősávba, akkor azt láttam, hogy a politika ilyen méltatlanul szerintem, én továbbra is azt szerintem a politika alapvetően nemes dolog, az emberi közösségnek próbál értelmet adni. Nyilván ezt az emberi esendőség mindig megrontja, de hogy mostanra már igazából én azt látom, hogy egy teljesen eszköztelen valamivé válik. És az egész ilyen tartalmatlan színdarab, ahol már nem csak mi vagyunk nézők, hanem szinte a politikusok is bizonyos értelemben nézők, vagy ilyen beugró, mint amikor a közönségből kívnak néhány szerencsétlent, hogy bohóckodjanak velük ott a színpadon, és utána visszaküldik, miután jól megszégyenültek a színpadra, vagy a nézőtérre őket. Yeah. Én azért még egy jó, nagyon sok igazság van, ami elhangzott itt az imént a Gábor szájából. Minden esetre szó sincsen arról, hogy ma aljasabbak lennének a politikusok, mint a 20. században voltak. Ma már nincs lehetőség az aljasságnak, és nincs lehetőség a nagyszerűségnek olyan fokára, mint ami a 20. században volt. Tehát a 20. században volt egy nagy amplitúdó
széles kilengésekkel, Willy Brandt-tól Adolf Hitlerig terjedő amplitúdó. Ma már nincs lehetőség a Willy Brandtságra, és ma már nincs lehetőség az Adolf Hitlerségre. Ma már ekkorag az emberségre nincsen. A ma sztálinjai Putyinok. Nincsenek az aljasságnak, meg a jellemnek olyan mozgásterei, mint amik akkor voltak. Az amplitúdók leszűkültek, és a politikusok tulajdonképpen egy köpet felfogó felületté váltak. Hát valóban arra szolgálnak, hogy őket hurcolják meg őket gyűlöljék a valós döntéshozók helyett. De vajon a valós döntéshozók a Wall Street-en, vagy bárhol a világon, őnekik vajon van tényleges saját döntésük? Ők vajon nem a tőzsde aktuális részvény árfolyamainak a kiszolgáltatottjai? De mert hogy értjük, hogy nem a politika, hanem akkor a gazdasági háttér az, ami mozgatja ezt. De én azt gondolom, hogy a helyzet még ennél is sokkal rosszabb. A gazdasági hátteret is már a személytelen, a megnevezhetetlen, a részvény árfolyamok ingadozása mozgatja. És hogy nincsen már valójában, nemhogy az előtérben, nemhogy a háttérben, nincs már a terepasztalon egyáltalán aktor, amelyik a folyamatokat mozgatni tudná, a folyamatokat a repülőgépet robotpilóta vezeti. És már nincsen lehetőség a robotpilóta kikapcsolására, és már nincsen lehetőség arra, hogy egy pilóta foglalja el a helyét. És amíg a dolgok jól mennek, és minden rendben van, a robotpilóta elég biztonságosan elvezeti a gépet. De abban a pillanatban, hogy valami súlyos probléma történik, mint például most ez a víruskrízis, abban a pillanatban már jól látszik, hogy a robotpilóta nem képes meghozni a kritikus döntéseket, azokat a döntéseket, amiket meg kéne, és nincs, aki meghozza. És bár a helyzet az lenne, amiről te beszélsz, hogy a politikus nem tudja meghozni, de majd valaki a háttérben sincs senki döntéshozó. Ugye Frank Underwood is felismerte ezt, hogy a háttérben születnek az igazi döntések, és hát egyrészt kényszer hatására, másrészt meg ezzel a felismeréssel lépett hátra. De kérjük egy kicsit, térjünk egy kicsit vissza az est címéhez. Ki a magyar Frank Underwood, ki a magyar Underwood, ki a magyar Underwood páros, illetve a hazai viszonyok. Mi a véleményetek erről? Mennyire húzható rá az, amit látunk ebben a sorozatban a hazai viszonyokra? Ugye ez a sorozat minden eddigihez képest sötét képet mutat be a politikusokról, a politikáról. Milyen a magyar politika? Napnál világosabb, hogy Frank és Claire, az Ferenc és Klára. Hát azt hiszem, hogy Istennek isteni humorérzéke van. Azt hiszem, hogy ez több, mint szinkronicitás. Ez valami, ami úgy tűnik, hogy az alaplapba van vésve. Hát ez valami, amit ha újraindítjuk a gépet, újra ez fog kijönni. Nagy valószínűséggel. Teljesen egyértelmű, a napnál világosabb a Gyurcsány Ferencnek és a Dobrev Klárának a helye, a szerepe, a helyi értéke. A nagyon gazdag feleség, a nagyon ambíciózus, gazdag feleséghez beházasodó Ferenc, Volker elnök szerepében Megyesi Péter, aki hát maga mellé vesz egy nagyon ambíciózus, nagyon, nagyon jó tanácsadónak tűnő, egy fiatal tehetséget, akitől azt reméli, hogy majd segíti az ő politikáját, ehelyett az hátba döfi, és a helyére lép, pontosan ugyanazt a pucsot hajtja végre Frank Underwood Volker elnökkel szemben, mint amit végrehajtott Gyurcsány Ferenc Medgyesi Péterrel szemben. Ezzel a puccsal kerül hatalomra, majd egy hazugságra épülő kampánnyal győz a választáson. Tehát választási csalást követel és győz a választáson. Tehát egy az egyben az történt a magyar politikában, mint amit itt a Netflix ebben a példabeszédben bemutat. Hát döbbenetes, és ha másért nem, hát ezért érdemes megnézni a sorozatot, hogy látni azt, hogy ez egyáltalán nem véletlen. Ez a módja. Egy gazember így csinálná, és ezt a Netflixnél tudják, és ezt itt Magyarországon már mindenki a saját bőrén meg is tapasztalta.
Mielőtt tovább mennénk, egy kérés érkezett több nézőnktől. Elment a hang, Robi, amikor a csirkemelles részről beszéltél. Azt kérik a nézők, hogy ezt megismételnéd. A csirkemelles részt, hát arról beszéltem, hogy amekkora a hatalom, akkora az elaljasodás. És hogy a hentesnek kis hatalma van, és a kis hatalmához kis elaljasodás jár, a politikusnak meg nagy hatalma van, és hát értelemszerűen az elaljasodás is nagyobb. Ha a hentest felcseréljük a politikussal, a hentesnek lesz nagyobb hatalma, és ő aljasodik el jobban, mert a hatalommal jár az elaljasodás, de azért alig ha véletlen, hogy a hentesből hentes lett, és hentességig jutott, hentességig vitte, a politikus meg megcélozta a nagy hatalmat, mert nem érte be kevesebbel, és addig taposott lefelé, és addig nyalt fölfelé, amíg el nem sajátította azt. Közben arra szeretnék mindenkit bíztatni, hogy tegyétek fel a kérdéseiteket. Elkezdtek már jönni a kérdések, de nem sokára rátérünk a ti kérdéseitekre is, és ti pedig válaszolhattok. Mi volt a kérdés? Bocsánat. A hazai viszonyok. Ja, a hazai viszonyok. Hát igazából... Igen, volt középiskolai történelem tanárom, mesélt egyszer egy ilyen anekdotát, hogy emelcintű történelmi érettségén kihívtak szóbelire egy srácot, aki letette a forrást maga elé, majd felolvasta, és mondta, hogy hát maga se tudta volna jobban megfogalmazni, és nem tudtak egyebet tenni, ötösre távozott az illető. Most azt gondolom, hogy itt elhangzott elég sok minden, illetve hát még annyiban lehetne talán hozzátenni, hogy így a potenciális jövő szempontjából is fel lehet fedezni párhuzamot a tekintetben, hogy sokan vizionálják 22-es indulónak Dobrev Klárát, mint ahogyan ezt a House of Cards esetében is láttuk, hogy egy idő után Claire vette át a pozíciót, amikor már abszolút diszkreditálva volt az ő férje. De ez persze még egy így a jövő zenéje, hogy 22 lesz, hogy szoktál hivatkozni arra, hogy vélhetően előrehozott választások lesznek, ezt kíváncsian várjuk a fejleményeket. Én még az előző kérdéshez fűznék egy rövidet hozzá. Arról volt ugye szó, hogy azok a bizonyos gazdasági szereplők határozzák meg a politikát is, akik tulajdonképpen a legnagyobb hatalommal bírnak, és a politikusok csupán egyfajta aktorok. Én szerintem van erre olyan ellenpélda, és ez persze olyasmi, ami sosem lehet teljesen bizonyos az ember ezzel kapcsolatban, de azok az országok, ahol a legmeghatározóbb gazdasági szereplők állami kézben vannak, például Oroszország és a Gazprom esete, ott szerintem még azért él olyan példa, ahol a politikai vezetők azok, akik a tényleges döntéshozók, és olyannyira a tényleges döntéshozók, hogy rendkívül komoly világpolitikai befolyással is bírnak. Én csak ezt akartam felvetni még ehhez a témához. Ehhez is tudok, hogy fűzek annyit hozzá, aztán én is rátérek itt a hazai viszonyokra, hogy ez nagyon nagy igazság van, és lehet, hogy az, amivel én mostanában sokat foglalkozom, ez a big data kérdés, ez lehet, hogy a politika, tehát a politika visszavág, és ezzel az eszközzel olyan tudásra, vagy olyan hatalmi lehetőségre, vagy eszközre tesz szert, amivel visszaveszi a gazdaság háttér szereplőitől a gyeplőt és az irányítás jogát. Ilyen értem, lehet, hogy ami most zajlik, az lehet, hogy a politika visszatérésének, vagy a Birodalom visszavág című részt nézzük most éppen. De rátérve itt a magyar sajátosságokra, nyilván Robi elmondta azt, ami ennek az egésznek tényleg a leg... nem is tudom, hogy milyen tragikomikus, vagy abszurd része ez a párhuzam, amit mi... Tehát kevés olyan ország van a világon, ahol így lehetne erről a sorozatról beszélni, mint ahogy mi tudunk, és ahogy mi értjük ennek az egész sorozatnak a lényegét, és még lényegében jövőképünk is van belőle. De hogy egy picit én annyit vitatkoznék vele, nem akarom elrontani, mert tényleg ez így nagyon gyönyörű volt ez az egész párhuzam, hogy annyi sántít egy picit, hogy azért azért Frank tehetségesebb, mint Ferenc. Tehát, hogy valahogy ő jobban érzi a társadalomnak az, hogy mit kell a társadalomnak, mikor mit kell a társadalomnak mutatni. Milyen szituációban, hogyan kell viselkedni. Tehát szerintem Frank, csak hogy mondjak egy példát, szerintem 2006-ban
Frank őszén, ugye akkor volt Gyurcsány Ferenc számára egy nagy próbatétel, hogy egy olyan szituációban, egy olyan társadalmi turbulencia esetén hogyan cselekszik. Szerintem valószínűleg azt Frank Underwood sokkal, sokkal cizelláltabban kezelte volna, mint ahogy az Gyurcsány Ferenc. Ez csak egy hipotézis, de hogy miközben ő képes a metró elé lökni egy fiatal lányt, képes megölni egy fiatal politikust a garázsban, és még sok minden másra képes, vagy az apja sírjára rávizelni, tehát sok mindenre képes. Ekközben mégis azt mondom, hogy ő sokkal jobban képes fölismerni az adott politikai szituációt is, és szerintem ebben Gyurcsány Ferencnél van Magyarországon jobb szereplő. Van, aki erősebben hasonlít Frank Underwood, és pedig a jelenlegi miniszterelnök. Tehát szerintem ő az, aki nála is opportunistábban, és nála is költséghatékonyabban és célorientáltabban használja fel ezeket a helyzeteket. Ott nyilván a feleség része az nem annyira stimmel. Tehát, hogy most a kérdés arról szól, hogy Orbán Viktor és Léva Janikó az mennyire felel meg Frank Underwoodnak és Claire-nek. Ott nyilván a feleség oldaláról már azért halljuk azt, meg látjuk, hogy ott is van egy befolyása a First Lady-nek, mármint itthon, de hogy azért mégsem az a fajta fényre törekvő karakter Léva Janikó, mint mondjuk Dobrev Klára. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy csak ezt az egy kis pontosítást szerettem volna hozzátenni. Az egyébként áll a metafora természetesen. Csak egy nézői kérdést hadd dobjak be. Közben Norbert kérdezi, a témába vág, hogy tudnátok-e olyan politikust mondani, aki nem a saját pecsenyét sütögeti, ahogy Dénes mondja, a nép érdekeit képviseli. Tudnátok-e mostani politikai palettáról olyan politikust említeni? Nem? Biztos van ilyen, szerintem, csak a vezetői tisztségekben talán nehéz ilyet most hirtelen mondani. Maga biztosan én sem állnék be ebbe a kérdésbe. Elhangzott az imént, hogy Frank az sokkal tehetségesebb, mint a Ferenc. De hát könyörgöm, Frank az Egyesült Államoknak az elnöke ebben a történetben, a Ferenc meg hát Magyarországnak volt a miniszterelnöke. Nem lehet, hogy egyszerűen csak... Nem lehet, hogy egyszerűen úgy viszonyul Frank Ferenchez, ahogy az Egyesült Államok Magyarországhoz. Nem lehet számon kérni Franknek a képességeit Ferencen, amikor Ferenc 10 millióból választódott ki, Frank az meg 380 millióból választódott ki. Tehát értelemszerűen egy sokkal nagyobb játszótéren, egy sokkal nagyobb versenyben, egy sokkal ferencebb Frank fog nyerni. Hát nyilvánvaló. Azért Frank nyilvánvaló, hogy egy csomó mindent tud, amit Ferenc hát nem tud. Például Frank tud hátralépni. Taktikailag. Persze, nyilván csak taktikailag, de taktikailag hátra tud lépni egyet. Ferenc erre nem volt képes. Pedig ha képes lett volna, azóta már lett volna újra miniszterelnök. És már újra megbukott volna azóta. De nem volt rá képes. Ő nem volt képes egyet hátra lépni, taktikai megfontolásból sem. Mert az mégiscsak egy hátralépés. Aztán mi van, ha nem jön be a taktika, és hátul marad? Ő elől. Ő elől, Magyarország bátran utánam. Frank tud tanácsot kérni. Vannak emberek, akikre hallgat. Akik tanácsot adnak neki, és a Frank nem azt mond, nem söpri le. Az igazság, hogy a Ferenc erre nem képes. Nyilvánvaló, hogy akkor és ott egy csomóan tanácsolták Ferencnek azt, hogy Ferenc, most taktikailag hátra kell egyet lépni. És a Ferenc azt mondta, hogy nem, én vagyok a miniszterelnök, én döntöm el, hogy mi lesz. Lári-fári, tüntessenek, majd hazamennek, stb. Meg lett a következménye. Sikerült megbuktatni a harmadik magyar köztársaságot. Sikerült Orbán Viktor kezei közé hajtani a kétharmadot. Köszönjük, Ferenc. Tibor egyébként azt kérdezi, hogy Klára és Ferenc valamilyen trükkel hatalom csúcsára tudná jutni. Hogyha át tudnának-e törni szerintetek valahogy a NER-nek a pástjáin. Úgy érzve, hogy újra, mert egyszer igen, már megtették. Igen. Hát, hogy ők vajon... át tudnak-e törni a NER-en, és valamilyen trükkel szerintetek újra hatalomra jutnak-e? Én még az előző kérdést átrágtam egy picit, és a kutyapárt, ez talán nem tűnik opportunistának, ezt azt hiszem ki lehet jelenteni. De nem is voltak még a De politikusnak se való, igaz.
Hát most némi pozíciókat az önkormányzati választásokon tudtak szerezni. De valóban nem komoly politikai szereplőnek számítanak, ezt bevallom. És itt a Gyurcsány Ferenc, mint allegóriája Frank Underwoodnak, és hogy mennyire alkalmas, mennyire alkalmatlan Magyarország, Amerika, stb. Itt ennek a kapcsán én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc Frank Underwooddal szemben, amilyen szempontból nem feltétlen állja meg ez a hasonlat a helyét, de egyébként minden más szempontból meg csodálatos tényleg, hogy nem gondolom, Frank Underwooddal szemben Gyurcsány Ferencet jóval kevésbé látom egy autonóm politikai szereplőnek. Olyan szempontból, hogy 2010 óta szerintem Gyurcsány Ferenc kötött egy kompromisszumot, egy olyan kompromisszumot, hogy tulajdonképpen őt bizonyos szempontból lélegeztetőgépen tartják, mint politikai szereplőt, ami lehet, hogy egy idő után a viszályára sül el, és túlságosan nagy népszerűségre tud ismét szert tenni, de én azt látom, hogy európai parlamenti választásokat megelőző időszakban, ahol ugye már kiderült, hogy ha nem is valós fenyegetést jelent a DK jelen pillanatban még, de azért el lehet kezdeni morfondírozni a dolgon. Te Tibor kérdésére válaszolva nem gondolod, hogy hatalomra tudnak újra törni? Én azt gondolom, hogy egy ideig egyértelműen azt láttam, hogy nincsen erre semmi esély, mert hogy azt gondoltam, hogy a DK támogatottságának van egy maximuma. Egy maximuma, ami 2006-ból fakad, hogy van egy bizonyos fok, amin túl már nem lehet jobban kimosdatni Gyurcsány Ferencet abból az időszakból. Viszont most van egy tendencia, ami azt mutatja, hogy lehet, hogy tévedtem, és ezt be kell látni, hogy nem, most már nem azt a szerepet játsza el, hogy összegyurcsányosítja az ellenzéket, és ezzel rengeteg ember szemében diszkreditálja azt, hanem vissza tud térni, mint reális esélyekkel, ha nem is ő maga, de Dobrev Klára, meg a pártja. Szóval igazából ez egy nyitott kérdés, itt most kicsit belementem anélkül, hogy egy határozott konklúziót vonnék, de én azt gondoltam sokáig, hogy nem, de végeredményben el tudom képzelni azt, hogy ez meg tud történni, igen, de azt gondolom, hogy talán nem 22-ben. Illetve hát most ugye rengeteg mindenem, tehát hogy most azt érzésem szerint jelenleg abszolút a felhatalmazási törvénnyel rendkívül ügyesen kommunikációs szempontból a saját malmára tudta hajtani a vizet a Fidesz, és ez mint domináns téma abszolút uralva van általuk, és ilyen módon elég jó pozícióban vannak jelenleg, ami felveti az előrehozott választás kérdését a potenciális válság előtt. Köszönöm. Én szerintem nagyon fontos dolog volt, amikről most beszéltél, és itt ez az autonómia dolog, hogy mennyire autonóm Gyurcsány Ferenc, ez nekem is úgy szöget ütött a fejembe, vagy úgy elkezdtem ezen gondolkodni, hogy Gyurcsány Ferenc tényleg autonóm-e? És akár nem is Frank Underwooddal összehasonlítva, hanem mondjuk Orbán Viktorral összehasonlítva is autonóm-e? És nekem erre az a válaszom, hogy nem. Én is hajlok arra, hogy akár Gyurcsány Ferenc tudattan, tehát hogy ő nem hiszem, hogy feltétlenül kötött egy ilyen alkut, vagy akár ez is meg lehet, persze nem tartom még ezt sem elképzelhetetlennek, hogy az alku megkötetett akár direkt módon, amiről beszéltél, de még azt is el tudom képzelni, hogy egyszerűen a gyurcsányi karakter modellezésével a NER megteremtette ezt a mozgásteret a számára, ami tudták, hogy ő be fog játszani. Hiszen le lett profilozva, hogy hát hátralépni nem fog, és akkor ő lényegében az ellenzéknek a hasznos hülyéje, aki összegyurcsányozik, ahogy azt itt szokták mondani néhányan, mindent maga körül, és ezáltal az ellenzéket lépten-nyomon kompromitálja. Ez abszolút benne van ebben az egészben, mint ahogy az is, amit mondtál tényleg, hogy ez lehet, hogy egy bizonyos ponton átfordulhat, és hogy hívjam fel a figyelmünket Orbán Viktorra, hogy ő honnan jött vissza. Tehát 2006-ban Orbán Viktorra nagyon kevesen fogadtak volna, hogy a 2006-os veresége után, amikor 2002 után is, 2006-ban is elveszítette a választásokat. Azért legalábbis én nem biztos, hogy fogadtam volna arra, hogy utána 2010-től egészen 2000 nem tudjuk meddig, kétharmaddal fog kormányozni. És olyan népszerűségi mutatókkal, mint ahogy most. Ugye 2006-ban a saját napilapjában, a Magyar Nemzetben a Fidesz elit üzent Orbán Viktornak, hogy elég volt.
és állítólag összegyűlt, nem tudom, színe java a Fidesznek, és arról beszéltek, hogy ki legyen az utóda, és még talán Kósa Lajos neve is elhangzott abban a nagy zavarodottságban, ami ott uralkodhatott, úgyhogy és onnan jött vissza ebből a szintről, úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogy és ez csak az utolsó mondatom, hogy bár teljesen, én valahol elképzelhetetlennek tartom még mindig, józan ésszel, hogy Gyurcsány Ferenc visszatérjen is Magyarország miniszterelnöke legyen, de azt tudom mondani, hogy annyi minden történt már a magyar politikában, hogy azt se lepne meg, hogyha Gyurcsány Ferenc visszatérne, és a magyar társadalom megtapsolná ezt. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem magától jött vissza. Tehát Orbán Viktort a Gyurcsány hozta vissza. Ott már az Orbán Viktor nem csinált semmit. A Gyurcsány Ferenc volt az, amelyik kinyírta magát gyakorlatilag, felszámolta az öszödi beszéd kiszivárgásával, a lenemmondással, utána a rendőrotakkal, gyakorlatilag fölégette a saját legitimitását, és ezzel újra helyzetbe hozta a már megvert Orbán Viktort. Tehát és azt gondolom, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért nem tud a nemzeti együttműködés rendszere pozitív, produktív, prosperatív, innovatív lenni, azt hiszem pont ezért, mert nem Orbán Viktor szerezte meg, hanem a Gyurcsány kezek közül kallódott el a hatalom, és az Orbánnak az ölébe hullott. És szóval, hogy ezek az energiák, amelyek a 98-as Orbán Viktorban még megvoltak, ezek a 2010-es Orbán Viktorból már hiányoztak. És ezek hiányoznak a nemzeti együttműködés rendszeréből, és ezek hiányoznak ma Magyarországról. Az egyértelmű, ahogy a Dénes imént fogalmazott, hogy egy taktikai célból van az ellenzékben, és áll az ellenzék élén Gyurcsány Ferenc, és hogy a Fidesznek ez így jó, hogy Orbán Viktornak ez a terve. Inkább a DK hívja ki a Fideszt, mint bárki más. Azért azt látjuk, hogy Orbán Viktor elég messzire tud rúgdosni a politikától olyanokat, akiket nem szeretne a politikában látni. Itt vagy mondjuk te példának, Gábor. De azt hiszem, hogy Siffer András is elég jó példa erre. Gyurcsány Ferenccel nem így jár el. Gyurcsány Ferencet szeretné a politikában látni. Azt kívánja, hogy ő hívja ki őt. 22-ben, lehetőleg 26-ban, aztán 30-ban, aztán 34-ben, és sok még Orbán Viktoron múlik, folytatni fogjuk. Ő ezért tartja Gyurcsány Ferencet, mert pontosan tudja, hogy ez a Gyurcsány Ferenc okozta az ő kétharmadát, ez tette lehetővé az ő kétharmados országfoglalását, és ha valaki leváltja őt, az a Gyurcsány legyen. Lehetőleg a Gyurcsány legyen, mert az újra meg fogja okozni az ő kétharmados országfoglalását, vagy háromnegyedes országfoglalását, reméli Orbán Viktor. Tamás kérdése ehhez kapcsolódik, hogy ha ez így van, mi lenne a helyes lépés társadalmilag, hogy kilépjünk a diktatúra felé vezető útról, illetve azt kérdezi, hogy a magyarok megérdemlik-e ezt a helyzetet, ami most van? Azáltal, hogy azt mondtátok, hogy mi alakítjuk, az emberek alakítják a politikát. Hogy nekem erre, bocsánat, mond. Én azt szeretem volna hozzáfűzni, hogy ezzel az állítással, hogy a politika egyfajta tükörképe a társadalomnak. Szerintem ez a House of Cards-ben is megjelenik, hogy Frank Underwood például a közvéleménnyel inkább mint egy változóval kalkulál abban, amit ő föl kíván építeni a saját maga számára. Tehát, hogy nyilvánvalóan komoly befolyással bír a politikára a közvélemény, hiszen annak a kapcsán történik az egyének kiválasztása. Ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon sok más aspektus is van itt, tehát hogy a közvéleményt ezt viszont tudja irányítani is a politika. És az imént volt itt egy gondolatom, most hirtelen vissza kell kutassak utána. Lehet, hogy visszakapcsolódom, addig átadom a szót. Szívesen reagálok a kérdésre, mert hogy lehet ebből kilépni, hát hogy pontosan azt folytatva, amit elkezdtél, én, és aztán Robi is folytatta, hogy ezt az Orbán-Gyurcsány pingpongot. Tehát ebből kell kilépni szerintem. Mert amennyire Orbán Viktor függ Gyurcsány Ferenctől, bizonyos értelemben Gyurcsány Ferenc is függ Orbán Viktortól. Tehát gyanítom, hogyha a Gyurcsány Ferenc kormányra kerülne, akkor őnek is igénye lenne arra az Orbán Viktorra,
megpróbálná ugyanazt a teret megképezni Orbán Viktor számára, mint ami megképződött az ő számára a jelen pillanatban. Tehát egy olyan ellen, ki akar Orbán Viktorral összefogni majd az ellenzékben? Értitek? Tehát, hogyha megfordul a helyzet és Gyurcsány Ferenc van kormányon, akkor az lenne a kérdés, mint ami most az ellenzéknek a kérdés, hogy szabad-e Gyurcsány Ferenccel összefogni? Folytott esetben meg az lenne a kérdés, hogy szabad-e Orbán Viktorral összefogni, hogy Gyurcsány Ferencet leváltsuk, aki újra visszakerült és hát már megint tönkretette az országot? Szabad-e Orbán Viktorral összefognunk, akiről tudjuk, hogy 10 éven keresztül vagy 12 éven keresztül mit csinál, de hát másképp nem tudjuk leváltani Gyurcsány Ferencet. Tehát, hogy erre mind a kettőjüknek szüksége van, szerintem, és akkor tudunk ebből kilépni, hogyha mind a kettőből kilépünk. Csak jelen pillanatban a magyar politikában ez a két legnagyobb gravitációs erő. Az Orbán Viktori és a Gyurcsány Ferenci gravitáció a legerősebb, és nagyon nehéz harmadik pólus képezni, amelyik nem ebben a dimenzióban, vagy nem ebben a koordinátorrendszerben helyezi el a politikáját. Tehát, hogy azt tudja mondani, hogy neki, hogy most Gyurcsány Ferenc van kormányon, vagy Orbán Viktor, az lényegében mindegy. Ezt ma kimondani, az mind a két tábornak a vadult, elvadult dühét és gyűlöletét vonza elő, vagy hívja elő. És ugye tényleg az én a saját Facebook oldalamon a kommentek között látom, hogy egymás alatt vagyok Gyurcsány Ferenc ügynöke, vagy barátja, és Orbán Viktor pincsi kutyája. Én azt gondolom, hogy a posztmodern meg az identitáspolitika az nagyon a kezére játszik a Gyurcsánynak meg az Orbánnak. Ez a dilemma, ez egy történelem utáni, vagy akkor fogalmazhatnék akár úgy is, hogy egy történelem helyetti dilemma, hogy Gyurcsány vagy Orbán. Ők erre a relációra, egymástól való elkülönbözésre feszítik fel a politikai identitásukat. És ezáltal megképeznek egy olyan helyzetet, amelyben minden Gyurcsány Ferencre leadott szavazat Orbán Viktort is erősíti, és minden Orbán Viktorra leadott szavazat Gyurcsány Ferencet is erősíti, de ezt a kettőt csak együtt lehet leváltani, vagy együtt lehet megtartani. De a posztmodern az egy lebutított képlet. Ez túl komplex feladvány ahhoz, hogy ezt erre választ lehessen adni, vagy hogy ezt egyáltalán föl lehessen a társadalmaknak tenni. Túl komplex. Egyszerűen tegyük fel egyszerűbben a kérdést, és már is az identitáspolitikának valamennyi energiája támogatni fog minket ebben. Akarod Gyurcsány Ferencet? De ha nem akarod, akkor most tehetsz ellene. És erre már szerveződött is egy Orbán Viktor. Akarod Orbán Viktort? Ha nem, akkor tehetsz ellen. És ennél bonyolultabb kérdést az a baj, hogy a 21. század nagyon úgy tűnik, hogy nem bír el. Egy kicsit visszakanyarodnék egy lélektani témákra. Gábor, említettél egy fontos momentumot, amikor Frank Underwood levizeli a apukájának a sírját. Ugye itt jön be az az elem, amikor elmeséli, gyakorlatilag megtudjuk, hogy milyen gyerekkora volt. Ez a traumatizált, abuzált gyerekkor, ez hatással van a személyiségre, de milyen hatással van ez a személyiségre szerintetek? Ezáltal lett Frank Underwood az a szörnyeteg, aki lett, hogy ilyen családba született, ilyen családban nőtt fel. Ugye ez egy érdekes vonal, hogy Kevin Spaceynek a filmben a színésznek is ugye hasonló gyermekkora volt a testvére elmondása szerint. Szerintetek ez az abuzált gyermekkor, ezek a bántalmazások milyen hatással vannak a személyiség fejlődésre? Hát, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor a magyar Frank Underwood akkor inkább Orbán Viktor. Tehát, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy az adott bár Gyurcsány Ferencnek nem ismerem, vagy kevésbé ismerjük a gyermekkorát, vagy legalábbis én, mint Orbán Viktorét, de Orbán Viktor gyermekkori traumáit, vagy gyermekkori élményeit, azt ismerjük. Hiszen a magyar politika az lényegében e körül forog. Tehát a kisvonat, a stadion, a halmozás, ezek ilyen gyermekkori meg nem élt vágyakból fakadnak, úgy tűnik. És meg mindenkinek ajánlom a figyelmébe a Felcsúti stadion avatásakor mondott beszédét Orbán Viktornak, amikor tehát ugye sokszor látjuk azt, hogy ahogy, vagy legalábbis aki sokat figyelt Orbán Viktor, talán látja, hogy amikor úgy eljátsza a politikus, de ott ez egy olyan pillanat, amikor előtör, tehát ott látjuk Orbán Viktort, amikor tényleg őszintén lelkesedik, és elkezd arról beszélni, hogy van-e közöttünk olyan, aki ne álmodott volna arról, hogy megkapja a labdát,
kicselezi a védőt, hogy itt korábbi mondataimra hivatkozok, és berúgja a labdát, vagy berúgja kapuba a labdát, és utána a közönség örjöng és örül. Tehát ott látszik, hogy ez egy tényleg egy olyan gyermekkori vágy vagy élmény, amit ő nagyon-nagyon mélyen hordoz, és mi pedig most ennek a gyermekkori álomnak vagyunk a passzív elszenvedői, vagy ennek a megvalósulását várja az egész ország végre már. Hozunk elképesztő áldozatokat azért, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem ezek az egész, mindannyiunk életében szerintem a gyermekkor nem szerintem, hát a pszichológia tudománya szerint meghatározó jelentőséggel bír, és nagyon sok motivációnk és az életünkkel kapcsolatos, életvitelünkkel kapcsolatos tényezők, azok a gyermekkorból fakadnak. Csak azt hiszem, hogy ha a politikáról beszélünk és felelős döntésekről, akkor ez nem lehet mentség. Mindenkinek meg lehetne találni a mentségét arra, hogy mert gyermekkorában hirtelen, nem tudom, egy ló megrúgta, vagy egy kutya megugatta, vagy megharapta, tehát hogy nagyon könnyen, nagyon-nagyon sekélyes vizekre, vagy veszélyes vizekre vezünk akkor, hogyha megpróbáljuk itt a gyermekkori traumákkal megmagyarázni a politikai aljasságot. És hát mi lett volna az apja nélkül Frank Underwoodból? Vajon? Hentes? Tehát jár a fater sírjának a lehugyozása? Vajon? Ugye nyilvánvaló, hogy Frankben ezek a sebek, ezek még azért hegesednek. Tehát azért látszik a Franken, hogy ő még haragszik az apjára. De hát valójában az apjának a műve ez. Ez a Frank, ez a kegyetlen, elaljasult és teljesen kiüresedett hatalom technikus. Ez az apjának a műve, az apja aljasságának, az apja abúzusának a terméke. Tehát ha Frank ki tudna lépni a saját sérelmének a köréből, és kívülről tudná, vagy felülről tudná látni ezt a helyzetet, hálás lehetne az apjának, mindazért a hatalomért, amivel az ovális iroda jár. Én egyet tovább megyek, és szóval szerintem nem csak az adott ember gyermekkorában elszenvedett sérülések vagy átélt élmények azok, amik meghatározóak az ő felnőttkori viselkedésében, hanem sok esetben még generációkra visszamenőleg valakinek a sérülése tudja befolyásolni a későbbi generációkat. És én azt gondolom, hogy azok a például, ez most egy kicsit más téma, de ezt hagytátok, hogy ez olyan kollektív traumák, mint mondjuk a holokauszt, vagy akár a Trianon, azok ebből fakadóan mai napig hatásukat éreztetik, és én azt gondolom, hogy az emlékezetpolitika elsődleges feladata az az lenne, hogy ezeket a közösségek által átért traumákat, nemzetek által, etnikumok által átért traumákat megfelelően közelítsék meg, és segítsék ezt feldolgozni. És ebben szerintem, de most talán nem menjünk ebbe az irányba, mert nem erről szól a beszélgetés, de ebben természetesen rengeteg szándékos hibát követnek el annak érdekében, hogy egy olyan fajta identitásépítés történjék, akármilyen oldalról, ami nem azt szolgálja, hogy ezek a traumák feldolgozásra kerüljenek, hanem azt szolgálják, hogy körbezárjanak az emberek egy ilyen élmény körül, és kizárják a diskurzusnak a lehetőségét, de ez messze megy is. De szerintem ide kapcsolódik, tehát hogy szerintem az, amiről beszélsz, az a törzsi képződés, vagy a törzs mesterséges fenntartásának politikai eszköze. Tehát, hogy traumatizáljunk egy közösséget, vagy tartsuk a traumájában, és ezáltal az politikai tőkévé konvertálható ez a fajta kollektív trauma. És itt a magyar társadalom tele van tényleg ilyen traumával. És ugye ezek közül, amiket mondtál, a Trianon vagy a holokauszt a legfrissebben, még a mai politikában is, nem hogy tudat alatt, hanem nyíltan dolgozó traumák, de vannak ilyen, ami nekem így az egyik ilyen felismerésem, vagy nem is tudom, hogy felismerése ez, de hogy a magyar társadalomban van egy ilyen tanultehetetlenség, egy ilyen vesztes tudat, egy ilyen 500 éve velünk élő,
tehetetlenség, hogy ugye nem tudtunk rendszert váltani soha. Nem tudtuk soha azt átélni, hogy a saját erőnkből mi létrehozunk egy rendszert. Ezt a török óta nem tudtuk megélni. Mindig valaki más hozta létre a mi rendszerünket. Mindig valaki más szabadított meg az előző nyomorúságunkból, és ebből kifolyólag ez már szerintem, ahogy mondtad, ilyen generációsan belénk ívódott ez az élmény. És én ezt többször mondtam már, hogy én ezt magamon is éreztem. Tehát, hogy például amikor kimegyünk tüntetésre mi magyarok, akkor szerintem mi is érezzük valahol legbelül, hogy úgyse lesz semmi. Tehát, hogy kimegyünk a tüntetésre, mert van valami indulat bennünk, vagy dű, vagy úgy érezzük, hogy most már tényleg elég volt, és most ott fogok én is kiabálni a tüntetők között, de valahol legbelül, mint a mindannyian éreznénk, hogy ez inkább egyfajta erkölcsi kötelesség, és nem fogjuk tudni megdönteni ezt a rendszert, vagy nem tudjuk tudni a tüntetés célját elérni, mert nekünk ez úgyse sikerülhet. És szerintem ennek van egy ilyen történelmileg felgyülemlett faktora bennünk, és ugye az a legabszurdabb, amikor ez a kollektív tehetetlenség, meg ezek a kollektív traumák így egyesülnek a politikus egyéni traumáival. És lényegében egy ilyen gyönyörű nászát látjuk, a traumatizált, tehetetlenségben szenvedő magyar társadalom és a elvetélt focista találkozása. És ennek a szerelem gyermeke a NER. Na, sorozatra vonatkozóan még azt megjegyezném, hogy én óvakodnék attól, hogy Orbánt azonosítsam a Frenkel. Más a karakterisztikája egy jobboldali politikus gazembernek, mint egy baloldali politikus gazembernek. Tehát és az a különlegessége a Kártyavár című sorozatnak, hogy ez az első alkalom, hogy egy baloldali gazember elnököt gyártott le nekünk az amerikai tudatipar. Ilyen még nem volt. A Fox Channel az ezredfordulót követő évek valamelyikében indította el a 24 című sorozatot, ami egy ikonikus, meg legendás sorozat, és abban jobboldali gazemberelnököket mutatott be, a jobboldali tudatipar. Nem véletlenül, hogy az ő jobboldali nézőik már republikánus szavazók. Ők demokratákat kell, hogy megszólítsanak, tehát republikánus gazemberelnököket gyártottak le sorozatban, és a demokrata elnök az pedig egy David Palmer elnök, az pedig minden idők legjobb elnöke. Tehát a mozivásznom vagy a tévéképernyőn soha nem volt annyira becsületes, intakt, egyenes, jellemes elnök, mint az volt. És erre válaszul egy másfél évtizeddel később a Netflix elindította a Kártyavár című sorozatot. A Netflix, amelyik hát számomra elég egyértelműen a baloldalhoz, a demokrata párthoz kötődik, legyártotta a baloldali gazemberelnököt. És nagyon másképp gazember valaki a baloldalon, mint a jobboldalon. Értelemszerűen a motivációi azok hasonlóak, hiszen az elnöki címet akarja, hiszen a még nagyobb hatalmat akarja, de máshogy, mást vár el a jobboldal egy elnöktől, másképp kell működnie egy republikánus elnöknek, mint egy demokrata elnöknek, és ez is tulajdonképpen egy nagy dolog, mert a Netflix most ezzel a sorozattal, a Kártyavárral lerombolja azt az étoszt, az elnöki hivatalnak azt az étoszát, amit a West Wing című sorozat, az Elnök emberei magyar címmel futott sorozat, az felépített. Az, hogy egy republikánus elnök gazember tud lenni, azt hiszem, hogy ez a baloldalon vagy Hollywoodban ez nem egy kérdéses ügy. Tehát ez számos tapasztalat, meg elég sok előítélet vonatkozik erre. De ez a baloldali gazember elnök, ilyet nem láttunk. Tehát a baloldali elnök, meg önmagában még a gazember is volt, hát bemegy az ovális irodába, és ott az elnöki hivatalnak a szentsége az így ráömlik. És onnantól kezdve hát így próbálhat gazember lenni, hát nem tud, hiszen hát ő az elnök. Na, ezt az étoszt, ezt rombolja le a Netflix a Kártyavárral, és alig ha véletlenül szerepel a fejjel lefelé fordított amerikai zászló a sorozatnak a plakátján. Igen, szerintem azért is ez egy, tehát hogy abból a szempontból is egy fontos lépés, hogy ezt az étoszt
egyfelől megkérdőjelezi, másrészt szerintem azért rendkívül fontos, hogy demokrata elnökről van szó, mert az elmúlt időszakban szerintem egy borzasztóan nagy hibája a hagyományos amerikai baloldalnak, amire baloldali kultúrdiktatúraként is szoktak hivatkozni, hogy ez a tendencia, hogy többnyire a jobboldaliak démonizálva vannak, és tulajdonképpen már emberi testükből kiemelve egyfajta szörnyeteként vannak ábrázolva, akivel nem lehet egy asztalhoz leülni, egy kommunikációs helyzetbe kerülni, és ő magukat pedig erkölcsileg makulátlannak tekintik. És ez a fajta kommunikáció az, ami rengeteg embert egyszerűen kizár abból a körből, aki nem tart a legprogresszívabbakkal, és ez az, ami annyira kontraproduktív, hogy egy Trumpot tudott eredményezni. És ebből a szempontból szerintem a House of Cards, ugye még Trump megválasztását megelőzően indult, de hogy egy rendkívül fontos lépés ebben a diskurzusban szerintem. Amiről beszéltek akkor végülis, Magyarországra vetítve, az ugye, vagy arról beszéltetek, hogy Amerikában mindenki a saját oldalának a negatívumát mutatja meg, hogy megszólítsa a másik oldalt. És ennek nem tudom, hogy mik a társadalmi következménye, de hogy Magyarországon ilyet azért nem látunk. Tehát, hogy Magyarországon még ott tartunk, hogy amit mondtál, hogy pro és kontra, a lényegében van a fal, és akkor ott a vadak vannak a falon túl, akikkel igazából nem érdemes találkozni, mert vadak. És a közös fajba való tartozásunk is bizonyos értelemben valami véletlen balesetnek lehet csak a műve. Tehát, hogy olyan mértékű ez az elzárkózás, ez a törzsiesedés, és Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor karaktere ezt végtelenül meg is erősíti. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy a két törzs termelte ki ezt a karaktert bennük, vagy az ő karakterük alakította a törzseket ilyenné, vagy ezek ilyen párhuzamosan zajlódó kölcsönhatások voltak, de hogy itt teljesen átjáratatlanak ezek a falak. Tehát én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy a jobboldali, magyarországi jobboldal filmesei gyártanak egy olyat, ahol egy fideszes miniszterelnök Frank Underwood módjára tarol. Vagy mondjuk a baloldali filmesek gyártanak egy olyan filmet, ahol Gyurcsány Ferenc, vagy egy MSZP-s, vagy egy DK-s politikus Frank Underwood módjára tarol. Tehát ezt a fajta, tehát akkor lehet, hogy tényleg igazad lesz, hogy van a hentes, van Magyarország, meg van az Amerikai Egyesült Államok. De igen, de ez azért van így, mert ott a republikánus párton belül, meg a demokrata párton belül is van egy verseny. Tehát ott nem az történik, hogy van egy Gyurcsány Ferenc a demokrata pártban, meg van egy Orbán Viktor a republikánus pártban, akik 30 éven keresztül privilegizálják a hatalmat és osztják el a pozíciókat. Ilyen világ lenne Amerikában, nem is készülhetnének ilyen sorozatok, mint a House of Cards, vagy a 24 volt. Csak később, ez miért van? Tehát, hogy azért van, mert a társadalom ezt nálunk eltűri, vagy egyszerűen azért, mert Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc a magyar piacon legalábbis ennyire tehetséges. Azért van, mert az alapító atyák ott rendesen megkonstruálták azt a rendszert. Tehát azt egy kétharmados választási győzelemmel nem lehet eltörölni, azt a politikai rendszert. A mi alapító atyáink, a Kúnya Imre, meg Tölgyesi Péter, meg hát ilyen rendszert csináltak, amit egy kétharmados választási győzelemmel így el lehet söpörni. Mert úgy voltak vele, hogy ha nem működik, akkor hát azért lehessen leváltani. Tehát ez az, amit az Amerikában meg hát az alapító atyák úgy voltak vele, hogy mi az, hogy nem működik. Működik és kész. Működik, és hogyha nem működik, akkor a politikus nem működik, nem a rendszer. Közben érkeznek a kérdések. Péter azt kérdezi, hogy szerintetek Magyarországon van-e arra esély, hogy egy érintetlen új politikus jön, és új alternatívát nyújt erre az egész rendszerre. Júlia pedig azt kérdezi, hogy ki lehet egy pozitívabb Frank 2022-ben, Márki-Zay Péter vagy Fekete Győr András? Az pozitívabb Frank. Tehát ezt kéne elfelejteni, ezt a szókapcsolatot, hogy egy pozitívabb, várjuk a pozitívabb Franket, aki olyan tehetséges, mint Frank, de nem olyan aljas, mint Frank. Ez az, aki nem fog eljönni. És várhatunk a 22. meg a 23. századig, mert nem fog eljönni. Az elaljasodás és a politikai tehetség az ugyanannak az érmének a két oldala a politikában, bocs. Ez a helyzet.
Az első kérdésre szerintem nem az a válasz, biztosan nem tudnám kijelenteni, de én azt gondolom, hogy úgy hangzott az első kérdés nem, hogy érkezhet-e valaki kívülről, aki ebben ebben a kétpólusú rendszerben találja meg magát. Hogy szerintem ez rendkívül erősen be van egyrésztről ágyazva, másrészt a különböző kommunikációs platformok jelentős részét is tehát rendkívül ügyesen használják. És ennek tudott tehát például fölmerült korábban, hogy akit nem akar Orbán Viktor szereplőként ebben a játszmában, az egy idő után el is hagyja a játékot. És szerintem egy új faktor ebben, ami mostanában egyre inkább érvényt tud nyerni, és egy olyan politikán kívüli szereplője a politikának, az nem más, mint a közösségi média, ahol tudnak olyan szerveződések létrejönni, amik tudnak már nyomást gyakorolni a politikára, mint például a Greta Thunberg esete ilyen, hogy ez kitütte magát olyan mértékben nővi, hogy korábban is a politikai diskurzus része volt a zöld politika, de például konkrétan a magyar kormányt is nyomás alá helyezte, és márciusban kijelentettek dolgokat, amik lehet, hogy gesztusok, de mégis egyfajta gesztusok megtértelére kényszeríti, és szerintem ezt a platformot használva föl tudja magát olyas valaki is építeni, aki közvetlenül tud az emberekhez szólni, és nem azokon a csatornákon keresztül, amik ennek a rendszernek a részei, mint a M1, ATV, stb. Szóval, hogy ez egy esély erre, ugyanakkor csonka esély, azt gondolom, hiszen ezeken a platformokon is rengeteg olyan dezinformációs tevékenység zajlik, olyan kutyulás, hogy egy kicsit köznyelvűbb szóval éljek, ami ugye befolyásolja azt is, hogy milyen eséllyel tud labdába rúgni az ember. Hagyj reagálják még a kérdésre, mert nekem is van véleményem ez ügyben. Tehát, hogy én összekötném a két kérdést, hogy jöhet-e valami új erő, meg hogy Márki-Zay Péter vagy Fekete Győr András. Tehát, hogy az a baj ezzel, hogy tehát, amíg nincs társadalmi közeg, ami gravitációs erőt képezne, addig ne várjuk azt, hogy megjelenik valaki, aki egy nem létező gravitációt képes megjeleníteni. Tehát, hogy én itt azt mondanám, hogy amíg nincs olyan társadalom, igazából nincs erre társadalmi igény. Mert ugye a kérdés maga is, a kérdésben magában benne van, hogy ott van Fekete Győr András és Márki-Zay Péter, akik bizonyára nagyon derék és tisztességes emberek, és jó szándékkal mennek a politikába, de beléptek a koordinátorrendszerbe. Tehát ők már benne vannak az Orbán kontra Gyurcsány hideg polgárháborúba, és innentől kezdve a legjobb szándékaik mellett is már egy olyan handicappel, egy olyan hátizsákkal indulnak a politikába, aminek ára van, ára lesz. Még ha kormányra kerülnek, akkor is súlyos ára lesz. Tehát, hogy az a fajta bátorság ma a politikában, politikai szereplőben egyben sincs meg, vagy nagyon kevésben van meg, aki azt mondja, hogy ki tudok lépni ebből a koordináta rendszerből. Tehát talán a Mi Hazánk mondja azt, hogy sem Gyurcsány, sem Orbán, de tudjuk, hogy ez a mondat, ez inkább kommunikációs termék, mint valósága a Mi Hazánk esetében. Tehát ők azért inkább Orbán. Főleg abból érződik, hogy amikor azon a plakáton, ahol kiírják, hogy sem Orbán, sem Gyurcsány, annak a plakátnak a kihelyezésére a NER kedvezményt ad nekik. Tehát kedvezményesen plakátolhatják azt, hogy se Gyurcsány, se Orbán. Ez azért jelez valamit. Hát szerint az én válaszom az, hogy nem. Tehát nem fog jönni senki olyan, mert jelen pillanatban nincs meg a kritikus szinten nincs meg az a társadalmi gravitáció, ami lehetővé tenni, hogy ez az ember, vagy ezek az emberek kitermelődjenek, mert jelen pillanatban Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc párharca mindent magával ragad, és azok is, akik itt elhangozott a nevük, ők is megkötötték azt a politikai kompromisszumot magukban és a szervezeteikben, hogy Gyurcsány Ferenccel együtt kell leváltanunk Orbán Viktort. Norbert a civil szervezetekről remélné a megújulást, és azt kérdezi, hogy hogyan lehetne a politikába behúzni a civil szervezeteknek a vezetőit. Amint behúzod őket a politikába, már nem civilek. Ez a probléma. Tehát
ez egy paradoxon. Tehát nem, ne, ez ilyen módon nem fog menni. Tehát történt már számos ilyen kísérlet, hogy civileket bevezettünk a politikába, és politikusok lettek. Hát az LMP az ennek a kísérlete volt. Lehet más a politika, mondták a civilek. Majd beléptek a politikába, és kiderült, hogy nem lehet más a politika, és ezt már a politikusok igazolták, nem a civilek. Szerintem a civileknek kívülről kell nyomást helyezni, pontosan az imént említett metódusok használatával, hogy a különböző rendelkezésükre álló kommunikációs platformokon az embereket szólítják meg, és az emberek, mint választók közege gyakorol hatást a politikai döntésekre, politikai témákra. Tehát ilyen módon szerintem nem is szükséges az, hogy a különböző civil szervezetek vezetőit bevonjuk a politikába, hanem ez pont attól, mint ahogy ezt említette Robi, hogy onnantól politikussává avanzsálnak, hogy tehát szerintem kívülről érdemes ezt. Sőt, nem szabad, tehát, hogy pont az a bajunk, hogy nincs igazi civil társadalom a politika mellett, vagy felett, vagy körül. Tehát, hogy én azt látom, ugye én most éppen civil életet élek, meg próbálok a civil társadalomban tenni valamit hasznosat, de hogy ezért hosszú ideig politikus voltam. Tehát, hogy talán azt mondom, hogy mind a két szférára rálátok, és hát azért a civil társadalom, amit most magunk között azért mondjuk ki, rettenetes állapotban van. Tehát, hogy vagy jó szándékú amatőrök, vagy profi, de elnyomott kis, ilyen kis szigetek, vagy pedig lényegében politikailag civillé mázolt szerveződések. Tehát, hogy itt civil társadalom valódi polgári középosztály hiányában nem létezik, és ezért van az, hogy a politika mindent elural, és hogyha ugye nagyon sok fiatallal találkozom mind a mai napig egyetemistákkal, főiskolásokkal, és azt látom, hogy amikor itt civil társadalomról beszélek, akkor az egy ilyen langymeleg unalomba fullad az a beszélgetés, és a kérdések 99%-a politikáról szól, mert abban van a craft, abban van az izgalom, abban van a house of cards, tehát hogy ott az úgy tűzbe hozza a fiatalokat, de a civil társadalom, tehát az a civil, aki balek ma Magyarországon. Aki valamire akarja vinni, az politikus, a balekok meg elmennek civilnek. Azok a civilek, akiknek nem jött össze a politika. Tehát akik szerettek volna politikusok lenni, csak sajnos nem voltak eléggé rámenősök, vagy tehetségesek, vagy rossz helyen voltak rossz időben. Tehát hogy én sajnos ezt látom, és ezért mondom, hogy nehogy beemeljük a civileket a politikába, hanem inkább pont az volna a dolgunk, meg a feladatunk, hogy minél több civilt megerősítsünk a politika ellenében. Ebben én a magam részéről sok, mármint hogy egyetértek azzal, ami elhangzott, viszont nem nagyon tudok bízni abban, hogy ez meg tud történni, elnézve az oktatási rendszer szerintem valamelyes tudatos zűrlesztését, ami nem Magyarországon specifikusan jellemző, és egyébként szerintem ezeknek a jelenségeknek, amikről általában beszélgetünk Magyarországról, az nagyon hasonló szisztémák megfigyelhetőek Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában, tehát az Oroszország érdekszférájában zajlik az én elgondolásom szerint egyfajta exportja annak a politikai rendszernek, ami náluk már 98 óta szépen alakulgat. És ezeknek az ilyen soft autoritár rezsimeknek az alapvető jellemzője, hogy olyan helyen tudnak kialakulni, ahol gazdasági egyenlőtlenségek vannak. És Amerika is ilyen szempontból egyébként valamelyest az a különbséggel, hogy ott az alkotmány valóban szépen van megírva, tart ebbe az irányba már, ami a szociális egyenlőtlenségeket illeti, tehát hogy Oroszország után nagyhatalmak között a második helyen áll ebben a tekintetben, amennyire én tudom. És hogyha, tehát hogyha nem jó az oktatás, az emberek informál, tehát nehezebb jó csatornákat választani maguknak ahhoz, hogy tájékozódjanak. Nehéz bármi olyan információra szert tenni, ami nem a regnáló hatalom irányítása által érkezik el hozzájuk, és ez pontosan egy olyan érdek, ami ment, hogy itt a ugye nem vontam relációt a kettő között, de azt gondolom, hogy a szociális egyenlőtlenségek és az oktatás között van összefüggés. Befejezve a gondolatot, így a tendenciából én arra merek következtetni, hogy ebben nem igazán fog változás beállni.
Balázs azt kérdezi, hogy ebben a helyzetben mit tenne Frank, ha most Magyarországon kellene hatalomra jutnia? Mi lenne a taktika, gondolom, ellenzékből ebben a helyzetben? Segíteni Orbán Viktort vagy Gyurcsány Ferencet, szerintem. Szerintem ez nem rossz megoldás, hogyha egy oknyomozó újságírót kinyír. Mert Szlovákiában is láttuk, hogy ilyesmiben még bele tudott azért bukni a kormány, és szerintem fokozatosan az ember tűrés határa ugye tágul, és egyre több mindent hajlandó lenyelni egy adott rendszernek, de szerintem ott jelenleg még nem tartunk, hogy mondjuk Ács Dániel halála ne jelentse a rendszer bukását, szóval én Frank helyében ezt tenném. Én azt hiszem, hogy ha Frank lenne itt Magyarországon, akkor ő egyértelműen a NER-en belül keresné az érvényesülést, és egy ilyen Lázár János-szerű karriert tudnék elképzelni. Tehát, hogy hatalomnak igen magas pozíciójáig vinné, hiszen látványosan alkalmas, tehát szembeötlően alkalmas és kompetens, és aztán pont a kompetenciája miatt félreállítanák, mert azt érezné Orbán Viktor, vagy épp nem most lenne itt Frank, hanem 2006 vagy 2008 között lenne, akkor meg a Gyurcsány Ferenc, tehát akárhogy is a miniszterelnök azt érezné, hogy ez túl kompetens, ez a Frank. Tehát elkezdene szorongani tőle, hogy így biztos, hogy elég kompetens vagyok én ennek a főnökének, és akkor félreállítanák, ahogyan Lázár Jánost is félreállították. Tehát valami ilyesmi történne. Tehát Magyarország nem az a hely, ahol a Frankek fölérnek a csúcsra. Magyarország egy feudalizmus, ahol a Frankeket, amikor meglátják az alkalmasságukat, félreállítják. Egyébként ennek az előnyeivel és a hátrányaival egyaránt bír Magyarország. Lassan az idő végére érünk, hogy egy utolsó kérdés érkezett Gáborhoz és Robihoz. Nem gondoltatok-e arra, hogy Siffer Andrást belevéve egy mozgalmat kellene csinálnatok, amiből az író szerint, Zsolt szerint egyből lenne egy 10%-nyi szavazótok? Zsolt ezt kérdezi, hogy nem gondolkodtok egy ilyen mozgalomban. Én azt gondolom, hogy ezen a kérdésen, amit Zsolt fölvetett, ezen 2022 után kell elkezdeni gondolkodni, hogy érdemes-e ilyesmit csinálni. Most 2022-t ki kell várni. Most hagyni kell, hogy azt hiszem, hogy tavaly rendeztek két választást, mind a két választás egy irányba mutatott. Magyarország a nagy összecsapást akarja, az epic battle-t akarja látni Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc jelöltje és per vagy felesége ellen. Ezt 22-ben meg kell rendezni, játsszák le, így vagy úgy. Ha Orbán megbukik, az egy új helyzetet teremt. Ha az ellenzék bukik meg sokadszor, az megint egy új helyzetet teremt, akkor az világossá fog válni, hogy ez a taktika, ez a közös listázás, ez az összeborulás Gyurcsánnyal, ez hatékony, ilyen módon leváltható-e Orbán Viktor vagy sem. Akárhogy is, ennek a kérdésnek én úgy gondolom 2022 után lesz itt az ideje, és nem most. Most egyszerűen hagyni kell őket összecsapni, és nem megzavarni ezt az epic battle-t, mert láttuk a tavalyi év mindkét választásán, hogy az emberek erre vevők. Az emberek szavazatai ebbe az irányba tartanak, akkor hát hagyni kell, hogy ezt kiéljék, hogy ezt megvalósítsák. És azután kell, úgy gondolom, egy új politikai erőnek elkezdenie számolni önmagával. Egyetértve azzal, amit a Robi mond, hogy én veszettek viadalának szoktam nevezni, mert hogy igazából tényleg a mindkét oldalnak a legelvadultabbjai dinamizálják ezt az egészet. És hogy egy idő után az, aki esetleg akár a jobb oldalon, akár a bal oldalon még úgy volna benne valami autonómia, és kezdené úgy érezni magát, hogy ez talán nem helyes és nem jó, egyszerűen magával ragadja őket is ez az erő. Tehát, hogy a veszettek magukkal ragadják a józanabbakat, és akik ugye egy idő után az ember elbátortalanodik, hogy hát itt lehet, hogy tényleg le kéne váltani az Orbán Viktort, akár Gyurcsánnyal együtt is. Lehet, hogy nekem nem föl kéne adnom picit ezt a bennem lévő kételyt.
És ez az érzés, hogy mindenkit magával ragad, és igaza van a Robinak, ezzel szemben nem lehet most menni. Amiben én szkeptikusabb vagyok, hogy 2022 után is, abban igaza van, hogy bármi történik, mindenképpen új helyzet teremtődik, ha 22-ben lesz a választás persze. De én továbbra is azt hangsúlyoznám, hogy társadalmi gravitáció kell. Tehát, hogy egyszerűen ha nincs termőtalaj, akkor nem nő ki a növény. Tehát, hogy ha nincs, és most nem tudom, 10%-ot mondod, Zsolt, nem tudjuk, hogy ez 10%-e. Nem tudjuk, hogy egy kritikus szituációban, amikor a média mindkét oldalról azt harsogja, hogy vagy Gyurcsány, vagy Orbán, akkor az nem olvadne 2%-ra, vagy 3%-ra. Mert hogy hát imádom, és nagyon jó, csak hát de most azért én mégis inkább az Orbánt szeretném, vagy inkább a Gyurcsányt. És hogy amíg nincs egy kritikus tömeg, addig erre egy újabb politikai csalódást lehet csak fölépíteni, és nem pedig valami életképes mozgalmat. Ez túl erős a taktikai identitás Magyarországon. Ez az igazság. Az emberek jobban utálják az Orbánt annál, semhogy annyira, vagy azt megközelítően tudjanak szeretni bárkit, vagy bármit. Túlságosan gyűlölik a Gyurcsányt annál, sem hogy pozitívan meg tudnák határozni magukat valami mellett. Az igazság az, hogy nagy túl erősek a negatív identitások, és túl gyengék a pozitív identitások. És így nem lehet. Erre mondta azt Bibó, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Na most itt ebben az országban mindenki fél. A fele az Orbántól, a másik fele a Gyurcsánytól, ennek megfelelően 0% demokratánk van. Így aztán nehéz demokráciásat játszani. Az idő lejárt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nektek köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, köszönjük szépen, hogy kérdeztetek. Arra szeretnének bíztatni benneteket, hogy kövessétek az Off Topic Facebook és Instagram oldalát, ahol megtaláljátok a következő eseményt, amit mindenképpen meg fogunk tartani. Reméljük nem sokára személyesen is tudunk majd találkozni. Köszönöm szépen, sziasztok!